köszöntöm a nézőket! Szeptembertől 7 új tankönyvből tanulhatnak a szerbiai magyar diákok. Az egyetemisták költségeiről is informálódhatnak mai műsorunkban. Valamint mostantól csak a Pogrebno temetkezési közvállalat temethet Szabadkán. Többek között ezek a körkép témái, tartsanak velem! A szerbiai magyar diákok szeptembertől 7 új tankönyvből tanulhatnak. Az ország oktatási minisztériuma szerződésben kötelezte magát, hogy 134 millió dinárral támogatja a nemzeti közösségek nyelvén megjelenő tankönyvek kiadását. Ez a 3 éves projekt során további magyar nyelvű tankönyvek kerülnek kiadásra, amelyekkel teljessé válik az általános iskolások tankönyvtára. Szerbia 7 nemzeti tanácsa, az Oktatási Minisztérium és a Tankönyvkiadó Intézet Belgrádban 3-as szerződést írt alá a nemzeti kisebbségek nyelvén megjelenő tankönyvekről. A szerződésben az állam kötelezi magát, hogy az elkövetkező 3 év során több általános iskolás tankönyvet ad ki a nemzeti közösségek nyelvén. Az általános iskolára szánt tankönyvek terén az összes többi kisebbséghez képest a magyar igen jól áll, azonban nem lehetünk elégedettek, mert amíg a szerb nyelven tanuló diákoknak egy-egy tantárból minimum 2, de legtöbb esetben 3, de megtörténhet, hogy még 4 tankönyv közül is válogathatnak, addig mi magyar nyelven mindössze a tankönyv kiadó kiadványait használhatjuk. Kivételt képeznek egyes tankönyvek, amelyeket egy magánkiadó ad ki. A 3-as szerződéssel az Állami Tankönyvkiadó Intézet kötelezte magát, hogy a következő iskolai kezdetéig 7 magyar nyelvű tankönyvet ad ki. Az általános iskolák 1. és 2. osztályában hagyományápolás, a 4. és 5. osztályában pedig anyanyelvápolás tantárgyból készülnek új kiadványok. A 6-osok számára olvasási munkalap jelenik meg. Ez nagyban segíti majd az irodalomoktatást. De szerintem 6. osztályban még igen nagy szükség lesz arra, hogy órán, az asztalokon is ott legyen ez a munkafüzet. Ugyanis hát nagy hiányosságok vannak a szövegértés terén. A gyerekek nagyon bajlódnak a szövegek megértésével, tehát a szövegértéssel, és ezek a munkalapok szerintem nagy mértékben hozzájárulnak majd a szövegértési készségük fejlesztéséhez. A 8-os diákok jövőre már új zenekultúra és számítástechnika tankönyvekből tanulhatnak. Az utóbbi esetében különösen fontos az újítás, mert követni kell a technika fejlődését, és a diák fejlettségi szintjével is lépést kell tartani. Eddigiekben csak 7-es osztályok számára volt magyar tankönyv. Reméljük, hogy az elkövetkezendő időszakokban majd lesz a többi osztály számára is, illetve a régieket majd felújítják, mivel hogy eléggé elavult a tanterv, tehát a mai diákok már túlszárnyalják azt, amit az ember gondolna, hogy tudnak, és így most egy frissítés azért igazán ráfér a tankönyvekre. A most kiadásra kerülő könyvek hozzájárulnak ahhoz, hogy növeljék az egyébként jónak mondható magyar nyelvű általános iskolai oktatás színvonalát. Az általános iskolák tankönyvellátása ugyanis majdnem teljes mértékben megoldott. A középiskolákban, főleg a szakiskolákban viszont nagyobb hiányosságok vannak. Látom, hogy nagyon kevés tankönyvük van a középiskolás diákoknak, különösen a szakközépiskolákban, és itt felmerül majd egy újabb probléma, hiszen ezek a tankönyvek, a szaktankönyvek, azok nagyon kis példányszámban szükségesek itt a területünkön, mert hát kevés diák tanulja azt az egy-egy szakot. Itt ebben azt gondolom, hogy nagyon nagy segítségünkre van az anyaországból kapott vagy áthozott tankönyv, amelyet tudnának alkalmazni, illetve tudnak is alkalmazni a diákok. Itt jelenik meg például az E-tankönyvek, ugye, amelyek határtalanok, és akkor ezeket a tankönyveket tudják a mi diákjaink is használni. A középiskolai magyar olvasókönyveket sem ártana frissíteni, bővíteni a kortárs irodalommal. Véli Móra Regina, magyar nyelv és irodalomtanár. Ezt megpróbálták ugye az általános iskolás tankönyvekkel, az olvasókönyveket is felújították, és kerültek bele kortárs irodalmak.
Viszont ugye a középiskolás tankönyvekre erre még nem került sor, csak tervezik, ezt hallottam, de rászorulnak, hiszen azokból tanítok, még most is, amiből én is tanultam, és nehezen használható. Rengeteget kell készülni, és nehéz beszerezni is őket, illetve úgy érzem, hogy nem mindegyik szöveg arra való, hogy most azokat dolgozzuk fel. Lenne jobb és megfelelőbb a mostani generációknak. A mostani újítás során az Oktatási Minisztérium 134 millió dinárral támogatja a nemzeti közösségek nyelvén megjelenő tankönyvek kiadását. A nemzeti tanácsok és az állam együttműködése ezzel nem ér véget, mivel a minisztérium 3 éves periódusban gondoskodik, így lesz második prioritási kör is. Október 31-éig kell eljuttatni a minisztériumnak a második prioritási listát, és egy kiegészítő szerződés aláírására is sor kerül, amely a következő tanévre határozza meg a tankönyvkiadás feladatait. Sok esetben plusz összegeket kell fizetniük egyetemi költségekre azoknak a szerbiai hallgatóknak is, akik állami költségen végzik tanulmányaikat, vagyis akiknek a tanulmányait elvileg az ország állja. A szemeszter hitelesítések, a vizsgabejelentések, különböző kérelmek és iratok ára felsőoktatási intézményenként változó. Míg egyes dokumentumok néhol ingyen is beszerezhetőek, máshol akár több száz vagy több ezer dinárba is kerülhetnek. Első példának vegyük az Újvidéki Bölcsészettudományi Kart. Sok magyar diák is tanul itt, elsősorban azért, mert a magyar nyelv és irodalom tanszék is ehhez az intézményhez tartozik, de például az angol, a történelem és a pszichológia szak is itt található. A 2015 és 2016-os tanévre vonatkozó árjegyzéket a honlapról idézzük. Vizsgabejelentés. Állami költségen 200, önköltségen 400 dinár. Mindez vizsgánként, vagyis évente akár 10-20 alkalommal is, ha nem kell vizsgát ismételni. Beiratkozás 7000 dinár. Mindenkinek, minden évben. Szemeszterhitelesítés. Állami költségen 1200, önköltségen 2000 dinár. Évente kétszer. Igazolás a letett vizsgákról 800 dinár. Erre a különböző pályázatokhoz, ösztöndíj igénylésekhez lehet szükség. Diplomakiadás szerb és angol nyelvű melléklettel 5000 dinár. A kiállított okiratok pontosságának ellenőrzése 3500 dinárba kerül, az írásbeli kérelmekért pedig 150 dinárt kell fizetniük a hallgatóknak. Az Újvidéki Természettudományi Matematikai Karon a különböző benyújtott kérvénypapírokért 400 dinárt kell elkülöníteniük az egyetemistáknak, a biológia szakon tanuló állami költségen lévő diákoknak pedig évente több mint 200 eurót is ki kell fizetniük kötelező gyakorlati jellegű kirándulásokért. A vizsgabejelentés 1200 dinárba kerül egy vizsgára, viszont aki állami költségen van, annak abban az évben levő tantárgyait nem kell fizetni a bejelentésekért. Viszont a szemeszter hitelesítés, vagyis hát a fél év hitelesítés az 2200 dinárba kerül, aki állami költségen van, illetve aki önköltségen van, mind a kettőnek. A fizikán az önköltség az 54 ezer dinárba kerül. Elsőben nem voltam állami költségen, önköltségen voltam, de azután sikerült felkerülnöm államire, és nagyon meg vagyok vele elégedve, mert tényleg eléggé olcsón meg lehet húzni az egészet, hogyha tartsuk a szintet. A műszaki tudományok karán állami költségvetésen tanulók sem örülnek a pluszköltségeknek. A vizsgák bejelentése ott már elektronikusan történik, de ezzel is vannak gondjaik. Személy szerint én nem vagyok még elégedve vele, mert ugye elektronikusan jelentsük be a vizsgákat, és néha kisebb problémák adódnak a weboldalon. A műszaki tudományok karán nem tesznek különbséget az állami költségen és az önköltségen lévő egyetemisták között, így a szemeszter hitelesítéseket és a vizsgabejelentéseket is mindenkivel egyformán fizettetik meg. Na fakulteti tehničkih nauka studenti koji su na budžetu overu semestra plaćaju po 2000 dinara, letnji i zimski, a prijavu ispita 200 dinara, a upis u narednu godinu studija 6500 dinara, odnosno troškove upisa. Dok student koji studije pohađa kao samofinansirajući plaća sve ovo već što sam navela i plus školarinu koja je na osnovnim studijama 90.000 dinara, osim arhitektura koja je 100.000 dinara. U principu nema velikih prednosti ako
ko redovno polažu ispite, odnosno između studenta koji redovno i manje redovno polažu ispite. Ono što oni koji manje redovno polažu ispite, šesti put kad prijavljuju isti ispit, treba da plate 600 dinara. Az Újvidéki Mezőgazdasági Karon az állami költségeken lévő egyetemistáknak a vizsgabejelentés 167 dinárba kerül, míg az önköltségen lévő hallgatók 606 dinárt fizetnek ugyanezért. A szemeszter hitelesítés mindenki számára 2310 dinár. Ahogyan a többi egyetemen, a diákok itt is feleslegesnek tartják a plusz kiadásokat. Az van, hogy a költségvetésen vagyunk, de mindent kell fizetni. Tehát most, amit mondtam, a vizsgák azokat is kevesebbet fizetünk, mint azok, akik nincsenek költségvetésen, de viszont itt vannak ezek a dokumentumok, amit kell vásárolni a vizsgák bejelentésére, amit kell vásárolni ugye a szemeszter hitelesítésre, meg ilyen dolgok, ami szerintem, hogyha költségvetésen vagyunk, és hogyha már azt mondjuk, hogy igenis az állam fizeti azt, hogy mi egyetemre járunk, akkor szerintem ezt tartom feleslegesnek. A mezőgazdasági karon a tandíj 63 ezer dinártól akár 125 500 dinárig is terjedhet. Az összeg a választott szaktól függ. Én szerintem a szemeszter hitelesítésre nem sok, sőt a vizsgákat is külön-külön, hogy fizessük, az a 167 dinár nem sok, de viszont a 600 dinár az már azoknak, akik nincsenek költségvetésen, azoknak szerintem problémát jelent. De így globálisan a legnagyobb probléma számunkra az, hogy akik nincsenek költségvetésen, egy év az állatorvosi szakra 125.500 dinárba jön ki, ami igazából az a gond, hogy csak két részet be lehet kifizetni. Vannak olyan szakok is, itt az Újvidéki Egyetemen, más karokon, ahol sokkal kevesebb ez a teljes összeg, de viszont 6, 8, még 10 részletbe is lehet fizetni. Nálunk meg csak kettő, ami több mint 60 ezer dinárt jelent egy szemeszterenként, ami egyszerre sok szerintem. Mondom, igazából csak az jelent problémát, bár akikkel beszéltem az évfolyam társakkal, az jelent problémát, hogy csak két részletben lehet fizetni. Hogyha mondjuk lehetne legalább 8 részletbe kifizetni, akkor sokkal könnyebb volna nekünk is, meg persze a szülőknek is, akik támogatnak bennünket. Bagi Ferenc a mezőgazdasági kar oktatással megbízott dékán helyettesének elmondása szerint erre a problémára létezik megoldás. Az egyetem kivételes esetekben jóvá hagyhatja a tandíj több részletben való kifizetését. Abban az esetben, ha ez gondot képez, már pedig ha egy átlagos szerbiai állampolgár és egyetemista számára, illetve a családjának ez természetesen gondot képez. Ebben az esetben fordulhat az egyetemhez, illetve karhoz, még pontosabban hozzám, azzal a kérvénnyel, hogy ezt a költséget 4 vagy akár ettől több részletben fizesse, azzal, hogy bizonylatokkal köteles bizonyítani, hogy az egyfőre első jövedelem a családon belül alacsony, illetve hogy más hátrányos helyzetben van anyagi szempontból. Ezeket a kérvényeket rendszeresen jóvá hagyjuk, és akkor ebben az esetben átütemezzük gyakorlatilag a befizetésüket. Ugyan ez alkalommal csak néhány újvidéki kart vettünk példának, a változó árak és megfizetetési rendszerek Szerbia szinte minden felsőoktatási intézményében tapasztalhatóak. Mindemellett egyre gyakrabban vagyunk tanulni a tandíjak emelésének is, amit legtöbb esetben az intézmények azzal indokolnak, hogy az állam nem biztosít elég pénzt az anyagköltségekre, így más módon kell kompenzálniuk a hiányzó pénzösszegeket. A fertőzések csupán 10%-át okozzák baktériumok, a maradék 90%-ot vírusok. Az átmeneti időszakokban jelentősen megnövekszik a betegek száma, a vírusfertőzések főként a gyerekeket érintik. Egy gyerek évente átlagosan 7-8 alkalommal betegszik meg vírusfertőzés által. A bölcsődébe, óvodába járó gyerekeknél ez a szám 10 is lehet. A két gyermekes Schilling család sem úszta meg a telet. Kata egyre ritkábban betegszik meg, a bölcsibe járó Anna azonban gyakran volt náthás az utóbbi hónapokban. Most szeptemberben indult a bölcsibe, és így visszatérően volt minden. Propolisz megy mind a két lánynál, szopogatósba és C-vitaminba is, de hát aztán muszáj volt inhalálás is, meg gyógyszerek, meg minden. Csokikával kapod a propoliszt bizony. Az anyák számára az egyik legnagyobb dilemmát az okozza, hogy mikor is vigye orvoshoz beteg gyerekét. Léda láz esetén fordul szakemberhez.
Amíg csak az orra folyik, hogy náthás, köhög, addig nem nagyon megyünk, de amikor már láza van, és ilyen nagyon bágyat, kókat, akkor már elviszem az orvoshoz, mert akármi lehet. Momcsiló Pavlovics orvos is ugyanezen a véleményen van. Vannak azonban kivételes esetek, amikor sürgős orvosi ellátásra szorul a gyerek. Treba sačekati 2-3 dana. I tek onda otići kod lekara ukoliko temperatura traje duže tog perioda. Međutim, ukoliko dete počne da povraća, da se žali na intenzivne glavobolje, ako se ponaša neuobičajeno, ako su temperature veće od, ne znam, 39,5-40 stepeni, ne mogu da skinu temperaturu. To su razlozi zbog kojih roditelji ne treba da čekaju 2-3 dana, već odmah da odu kod lekara da pregleda dete. A gyerekeket nehéz megóvni a megbetegedéstől. Az orvos szerint a rendszeres, alapos kézmosás a kulcsa a vírusok elkerülésének. Azok számára, akik közösségbe járnak, sajnos ez sem elegendő. Teško je sprovesti neku prevenciju kada dolaze deca koji kašlju, kiju, pa i sa temperaturom, dolaze u grupu, šire virus, to je prosto nerešiv jedan problem, nerešiv problem, a svakako je prevencija izbjegavanje tih grupa u kojima ima bolesne dece, izolovanje dece, pranje, kažem, ruku, zdrava ishrana na kraju krajeva sa voćem, povrćem, vitaminima, to je sve prevencija virusnih infekcija. A természetgyógyász szerint a rendszeres teafogyasztás is javíthat az immunrendszer állapotán. Egyes gyógyteákat a gyermekek is fogyaszthatják. Náluk egy picit enyhébb koncentrátumba készítjük el a teákat. Önáluk mondjuk a kamilla, a körömvirágtea, a házsfa, tehát ezek mind olyan teafajták, amiket ők kellemesen és szívesen elfogadnak. Persze ez megint arra kell a szülőket is nevelni, hogy a tea az ne legyen egyenlő a betegséggel. Tehát ne csak akkor kínáljuk a gyerekeket teával, amikor betegek. A természetgyógyász kiemelte, aromaterápiával, levendulás vagy eukaliptuszos illóolaj párologtatásával fertőtleníthetjük a levegőt, így a gyermeküket ápoló szülőknek nem kell feltétlenül elkapniuk a vírust. Csak a Pogrebno temetkezési közvállalat temethet Szabadkán. Ezt a határozatot csütörtökön hagyta jóvá a városi képviselőtestület. A magántemetkezési vállalkozások tiltakoztak ez ellen Szabadka főterén. A VKT ülésén a Palicsrudas közvállalatról és Szabadka idei költségvetésének módosításáról is döntöttek. A mai VKT ülést kisebb tüntetés előzte meg, ugyanis a képviselők ma többek között arról is döntenek, hogy a Pogrebno temetkezési közvállalat monopól helyzetbe kerülhet-e Szabadkán. A vállalkozók halottak. Ilyen feliratú keresztekkel tüntettek a magántemetkezési vállalkozók a Szabadkai Városháza előtt. Ennek oka, hogy a városi képviselőtestület csütörtöki ülésének 6. napi rendi pontja arról szólt, hogy a településen ezentúl csak a Pogrebno temetkezési közvállalat végezheti a temetkezést és az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat is. A képviselőket azonban nem győzte meg a Városháza előtti tüntetés, és elfogadták az erre vonatkozó határozatot. Ami engem elszomorít, hogy itt a nép érdekét senki nem vette figyelembe. Tetszett hallani, azt mondták, hogy a mi dolgunk, hogy védjük a temetkezési közvállalat érdekeit, hiszen azt mi hoztuk létre. A képviselőtestület ezen döntését 2 órás vita előzte meg. Szabadka polgármestere Maglai Jenő nem ért egyet a monopóliumot kiváltó döntéssel. Azt kell, hogy mondjam, hogy a temetkezési határozatnak azzal a részeivel nem értek egyet, amely arról szól, hogy teljesen monopól helyzetbe hozzuk a temetkezésnek azt a részét is, amely elsősorban a szertartáshoz köthető, illetve olyan munkák elvégzését, amelyekben azt gondolom, hogy nem kell megtartani a közérdeknek a fogalmát. A temetkezésről szóló új határozat semmilyen hátrányt sem jelent majd Szabadka lakosainak, állítja az illetékes közvállalat igazgatója. Ja sam čvrsto uverena da građani mogu da budu mirni, jer će sve biti onako kako treba, kako bi oni dostojanstveno ispratili svoje pokojnike, a mi odradili samo onaj administrativni deo za koji postojimo. A VKT csütörtöki ülésén egyebek mellett elfogadták a korábban elvetett Palicsrudas közvállalat 2016-os évi működési tervéről szóló határozatot, valamint Szabadka idei költségvetésének módosítását is. Utóbbira azért volt szükség, mert a közférában áprilistól kevesebben dolgoznak majd Szabadkán.
Az elbocsátott 170 személy összesen 41,5 millió dinár végkielégítést kap. A városi büdzsé reális kiadása azonban ettől kevesebb lesz, mivel az elbocsátásokkal Szabadka önkormányzata éves szinten 25 millió dinár takarít meg. Környezetvédelmi incidens történt az Apatin környéki Felső-Duna mente természetvédelmi területen még a múlt héten. A misvalt holtákba a helyi horgászok szerint kellemetlen szagú és pirosas kékes víz ömlött. Természeti katasztrófától tartanak, bár nem történt halpusztulás a területen. Ipari szennyeződés kerülhetett a Felső-Dunába. A természetvédelmi terület vajdasági részén, Apatin környékén helybeli horgászok vették észre az egyik holtágba ömlő kellemetlen szagú, elszíneződött vizet. Azonnal értesítették a Vajdaság Erdei Közvállalat szakembereit. A Duna a szerb-magyar határtól a Gombosi hídig való szakasza a Felső-Duna mente természetileg védett terület. Rengeteg védett állat és növényfaj él ezen a területen. Így a Duna ezen szakaszán történő bármiféle szennyeződés nagyon nagy károkat okozna a biodiverzitásban. A terület a Vajdasági Erdészeti Közvállalat fennhatósága alatt van. A múlt héten történt apatini szennyeződés kapcsán a közvállalat illeték csak közleményt adtak ki arról, hogy a vízanalízis eredményeit csak egy hónap múlva fogják megtudni. A Misvald nevű 4 kilométer hosszú holtág a legfontosabb terület a halak ivása szempontjából. Incident se dogodio pre prošle nedelje u četvrtak naveče, mi smo kao udruženje alarmirali alarmirali smo nadležne iz Vojvodina šuma, oni su izašli na teren, obećali su povratnu informaciju i to su stvarno i uradili. Znači oni su isti dan, u stvari u petak posle podne su dobili informaciju da su izašle opštinska inspekcija i da je izašla pokrajinska inspekcija, da su uzeli uzorke vode i sad čekamo rezultate uzorkovanja. Imamo obećanje da će oni malo sad više pripaziti na to da će se te otpadne vode koje se izlivaju u taj kanal koji ulazi u Ciganski kanal i u veliko mrestilište Mišvald, više kontrolisati. Sad, nije se pojavilo uginuće riba, ali se pojavio nesnosan miris, odnosno da kažemo neki način smrad i pojavila se obojenost vode, znači crveno-plava neka voda izlazila. E sad, uginuća nema, da li će posljedice biti kasnije, vidjet ćemo. No međutim, to nije samo da je uticaj na ribe, to je uticaj i na floru i faunu kompletnu, znači i na biljke i životinje sve koje se napajaju iz tog kanala. A Természetvédelmi Világalap szerbiai képviselete is felhívta figyelmet arra, hogy az Apatin környékén található ipari létesítményekből azonosítatlan folyadék ömlött a Dunába. Pustili smo saopštenje za medije, kako bi, tako kažem, da bi taj slučaj jednostavno dospio u javnosti, da bi na taj način imalo potekli inspekcije i nadležne organe da istraže o čemu se zaista radi, jer je, tako kažem, zaista opasni su takvi slučajevi kada se nalaze, pogotovo kada se nalaze u blizini zaštićenih područja. Pre svega treba povećati kontrolu potencijalnih zagađivača, a s druge strane treba podići svest i zagađivača, znači industrijske postrojenja koje koriste vodu u svojim tehnološkim procesima, naravno i podići svest građana da tako kažem, motre na takve slučaje, da prate šta se događa i da pravovremeno obaveštavaju nadležne organe. A szennyeződés élővilágra gyakorolt hatásairól még nem tudnak konkrét információt mondani, emelte ki a Természetvédelmi Világalap munkatársa. Ono što smo uspeli da vidimo to da voda je fizički bila zagađena, znači potpuno je promenjena boja. Pitanje je sad o kakvim jedinjenjima se tu radi, koliko su ona opasna, odnosno otrovna za živi svet. Potencijalno jesu u svakom slučaju, jer je ta voda u stvari dalje ide u posebno stanište riba, odnosno plodište riba koja je strogo zaštićena zakonom. A természeti rezervátumban egyebek mellett 51 féle emlőst, 248 féle madarat, 50 halfajtát, számos lepkefajt és több mint 1000 féle növényt tartanak nyilván. A Felső-Duna mente védett területe a folyó bal partján 64 km hosszan, 19.648 hektáron fekszik. Nagy részét ártéri erdő borítja, csatornákkal, mocsarakkal tarkítva.
Eddig tartott a mai körkép, köszönöm a figyelmüket, maradjanak továbbra is a Pannonár TV-vel. Viszontlátásra!